Szia, köszönjük szépen! Hogy kerülsztek ide? Na, hallottam, hogy te egy ilyen töltött káposzta király vagy. Ki mondta ezt? Mert ez így van. Mindenki. Vannak kémeim, hogy az esküvődre is töltött káposztát kaptál. És nem is akármilyet, az egy nagyon kellemes meglepetés volt, és ez is a zenekaron belül történt, hisz a Misinek és a Ricsinek az édesanyjuk, a Rózsika, aki nem csak töltött káposztát, hanem minden fantasztikusan főz, de hát olyan töltött káposztát tud, amit nagyon keresem. Akkor hányféle volt? Hát két fajta. Nem egyformán főzik? Az anyukátok a káposztát? Nem, hanem én más is ebben kedveskedett nekem, ja, az esküvőre. Tehát akkor többen is hoztam. Igen, igen. Nász ajándékban töltött káposztát kaptam. Mindannyian szeretitek? Nagyon. Hát nem mindenki. Kilógsz a sorból? Én nagyon-nagyon kilógok a sorból. Egyáltalán a szagát sem. Milyen káposztákat szeretsz? Szeretem a rakott káposztát, a savanyú káposztát, az édes káposztát, a töltött káposztát, a káposztát káposztával, de igazán akkor szeretem, hogy káposzta mellé hús van. Mert a hús, káposzta az nagyon jó. Tényleg igazán. Tehát akkor egy ilyen csülkös töltött káposzta. Hát az fantasztikus. Belül is töltelék kívül a csülök. Meg az igazán. Én most elmegyek Hajdúhatházra. Az egy ilyen káposzta főváros. Wow. Elengeditek a Robit? Nagyon nehezen. Még egy kicsit hát, gyakoroltam. Hát, hogyha nekem nem kell menni, akkor... Nem, de hozunk neked. Köszönöm. A káposztás szaloncukra. Káposztás szaloncukra. Hozunk nektek, jó? Köszönjük. Köszönjük. Mit várunk? Neked nem. Mit várunk egy napot? Mit várunk? Jó, én készen állok. Mi próbálunk ilyen káposzta nélkül. De nélküle, hogy? Itt gyakoroljunk. Ezt a számot, nem? Amit nem káposzta ezt három. Ezt még gyorsabban. Igen. Igen, ezt még gyorsabban. Hogy is van, az akkor gyorsabban. Mondom a tempót. Egy, két, három. Budapest bárt magunk mögött hagyjuk, de a fővárost még nem. Első útunk ugyanis Farkas Robival nem Hajdúhatházra vezet, hanem Szántó Andráshoz, akinek hatalmas gasztrotörténeti könyvtára van, és akinek segítségével most megismerhetjük a savanyú káposzta és a töltött káposzta történetét. Egyik kapitány a fáradt katonáinak hozott káposztát. És ahogy a káposztát az akkori döcögős szekereken cipelték a sereg után, az állandóan összerázódott, és ahogy úgy összerázódott, akkor sós levet, illetve levet eresztett, és hát azt nagyon büdösnek találták meg, nagyon rossznak, de megették, mert ki voltak éhezve. És amikor ez elterjedt a lakosok között, és akkor először azt hitték, hogy így kocsinkkel és a rabszolgákkal vitték körbe a városokba a kocsin, a káposztát, hogy összerázódjon. De aztán rájöttek hamar, hogy ezt meg lehet oldani sóslével és lepréseléssel, a hordóba belepréselték, kővel lenyomtatták. Tehát valahogy így született a savanyítás mestersége itt, Európában. A svábok vecsésre mikor hozták be az ő káposztájukat, és mikor kezdtek savanyítani? Mert most ugye az egész ország vecsési káposztáról beszél, ha savanyú káposztáról van szó, miközben van nekünk egy hatházi káposztánk is. És a hatházi az sokkal híresebb. Igen. Vecsés az inkább a termő hely miatt vált közel volt Budapesthez. És közel volt. Igen. Hát akkor került ide. Érdekes, igazán. Hogy ugye a reformkor idején szépen lassan áttértünk paprika országává lenni. Igen.
De azért nem régen volt egy felmérés Magyarországon, hogy meg kellett választani az embereknek a kedvenc levesüket, a kedvenc főételt és desszertet. És szerinted mi lett a magyar kedvenc főétel? Töltött káposzta. A töltött káposzta, úgyhogy ezt nem lehet kitörölni szerintem. A töltött káposzta magyarosságának a lényege, hogy itt született Erdélyben. A törököktől jött a Balkánon keresztül a töltike, szőlőlevélbe töltötték. A szárma. A szárma. De mivel, igen, a török neve is szárma, és a bácskában, meg a délvidéken. Nálunk úgy hívják ide. A mai napig, hogy szárma. Igen. Tehát jött a töltike, de Erdélyben nem volt annyi szőlő, főleg nem egész évben, vagy friss levél, ezért kezdték el a káposztába tölteni, és jött a szászok közvetítésével, meg sok más honnan a savanyított káposzta, Erdélyben nagyon sokat savanyítottak, és mikor ezt az kettőt összerakták, így született a eredeti magyar töltött káposzta. És ez mikorra tehető? A legrégibb nyomtatott leírása az igazi töltött káposztának az ebben a Tótfalusi féle szakácskönyvben, tulajdonképpen az első nyomtatott szakácskönyvünk, magyar nyelven, 1698-ban, illetve 95-ben is megjelent meg 3 év múlva. Annyira népszerű volt 3 év múlva újra, annyira magyaros, és a jellemző magyaros ma is ez, hogy káposztával kezdődik. Tehát az első recept káposzta kolozsvári módon, ez az a lucskos káposzta, a második a töltött káposzta. Most ezt a könyvet 120 éven át rengetegszer kiadták, és szinte változatlan szöveggel. Van tipikus cigány töltött káposzta? Speciális. Hát ez a Csemer Géza, aki a Cigányok főzke című könyvben összegyűjtötte a cigányság mindenhol fellelhető jellemző ételeit. Ő leírta a töltött káposzta szárma, itt mondja is a szármát. Tessék, mert, ti is mert, hogy hívjátok. Úri cigányok mindenkori első számú főétele volt. Ma is minden. Hát olyan gondolom az egészek és mesterséget folytatók tartottak ide. Ma is minden cigánycsalád szeretettel főzi. Leghagyományosabb receptet adom ezúton közre. A disznóhús közé füstölt szalonnát, füstölt liba mellett, vagy egyéb füstölt húst is darálnak. Hát igen, füstölt liba mellett? Igen. Hú, tehát ez abszolút bemutatja, hogy mi van ma a palettán. Én most nagyon megkívántam ezt a káposztát. Most pedig mi elmegyünk Hatházára, és azért pár félét még megkóstolunk. Szép lesz ez a nap. A 17. századi ősi töltött káposzta receptre még visszatérünk, de most a káposzta magyar fővárosába indulunk. Ő itt Szőlős László, Hajdúhatház torzsás fejedelme. Nyugodt, csendes városka ez, ahol szinte minden a káposzta körül forog, és erre a helyiek igen büszkék. Igen. Hány kiló ez legalább 5? Néznek, kapd el, figyelj! Itt vagyok. Nem pici. Erről hány töltött káposztát lehet készíteni? Ebből két fazékkal, nem tudom. Körülbelül 40 levél lejön róla. Az szép. 40. De ugye ezt... Az már egy kellemes hétvége. Igen. Ez milyen fajta, Laci? Ambrózia. Az nem magyar. Nem. Nem. Tehát... De egy hibrid. Behoztuk azt, ami nagy terméshozamú. Igen. De ez nem édes. Nem édes típusú. Közel sem készítőből olyan kellemes ízű savanyú káposzta. Aha. Tehát én savanyúban gondolkodok, mert mi itt a savanyú káposztának a hazája vagyunk. Persze, készítünk, persze. És ebből nem készített olyan minőségű, mint a hatházi lakosban. Hát igen. Tudom, a lila káposzta, ugye? Igen, mi vörös káposztának. Vörös káposztának hívjátok? Lila káposzta. Ebből töltött káposztát szoktak csinálni? Nem szoktak, nincs hagyománya. Jó, de akkor megnyugodtam, hogy csak azért nem ettem töltött káposztát lila káposztában, mert nincs. Ugye, hogy csinálnak a lila káposztából töltött káposztát? Nézd meg, hát milyen lila. Nem pici. Én egyébként... Él még? Igen, mozog még nagyon. én egyelőször azt hittem, hogy ez mindegyfajta. Nem egyfajta. Vagy hogy nagyon hasonló. Igen, nem. hasonlítanak, de nem egyformák. Ez a legszebb. Végül ezt itt kísérletezték ki hatházán, vagy miért hatházi káposztánál? Azért, mert itt az emberek ebből a fajtával termelik, és mindig a legszebbekből fognak magfogásra egyedeket, és a legszebb egyedekből, ami magok, ennek mindig azt szaporítják föl. Tehát itt szelektálták hatházán. Igen. Ez nagyon érdekes, mert ezt a hatházi káposztát, ezt termesztik egész Gyergyóig. Igen. Az erdélyi vidéken is ugyanazt a típus termelik. Tehát itt szelektálták a gazdák, és elkerült, annyira népszerű lett, hogy elkerült egészen be Erdélybe, Gyergyóig, mindenhova. Amikor még
határok nem voltak közöttünk, igen, akkor elterjedtek. Ez a legfinomabb. Ez a legfinomabb, az igaz? Igen, igen. Ez... Én ezt hallottam, igen, hogy ez nagyon finom. Édes típusú káposzta. Édes típusú, magas a szárnyatartalma, magas a cukortartalma. Emiatt nagyon finom, savanyú káposzta elreszhető belőle. Nem beszélve, hogy lapított a káposzta. Tölteni, ebbe szeretnek káposztát. Hát igen, de mert hogy nem csak azért, mert lapított, hanem ezt húzd le, Laci, a kesztyűm, légy szíves, köszi. Mert hogy a másik neve, megbonthatom, ugye, persze, nem haragszol. Másik neve az, hogy vékony nevelő káposzta. Most ezt nézzék meg. Ez most nincs leforrázva. Ez nyersen is ennyire hajlékony. Hát ebbe annyira könnyű tölteléket tenni. Ez egy szentesi fajta. Igen, szentesi lapos. Ő is egy tájfajta. Csak nem lila. Ő a pallagi lapos. Ja, ez egy másik? Igen. Hogy ismered meg? Már könyörgöm, hát tök egyformák. A leveleknek a takarása. Lényegesen itt látszik, hogy nem takarnak olyan jól, kisebb, aha, a levélméret, ezek nagyobb levélmérettel bírnak. Tehát ez a szentesi, ez a pallagi. Tehát akkor, igen, hogyha valaki igazi jó káposztát akar, akkor vagy hatházi, vagy pallagi legyen. Igen, igen. Ez már meg más. Igen, más. De ilyet lehet leginkább kapni. Igen, ez egy téli tárolókáposzta. Ez még jövő ilyenkor is ilyen káposzta lesz. Nagyon kicsi beltartalommal, kicsi a cukortartalma. Tehát nem ér semmit, csak szép. Hányféle káposztát termesztetek, Laci? A hajdatházban 10-12 fajtát. 10-12 fajtát. Sőt. És akkor még mennyi a hatházi fajta ebből a területből, vagy mennyiségből? Kicsi. Olyan 25%. Az nem olyan rossz. Nem rossz az. De persze, ha igény mutatkozna, akkor többet is tennétek. Persze, persze. Én itt látok egy célszerszámot, csak nem lékelik. Nem. Nem lékeljük. Tulajdonképpen a torzsájuk szedjük ki, ez egy torzsázó kézi szerszám, ezzel szedjük a torzsáját. De miért kell kiszedni a torzsát? Kiszedjük a fás... Nekem adod? Igen. Köszönöm. Kiszedjük a fás részét azért, mert a szelet minősége szebb, ha nincs benne. Tartsd meg! Igen. Nem szeretjük így a savanyú húsos káposztát. Ilyetek már, köszönöm. Ez nagyon gyors gép. Jaj! Igen. Már tele is van, Laci. Azt a de hideg, meg vannak fagyva ezek a fejek. Vele káposzta nincs. Na most ez tetszik nekem, itt próbálom fölötte. Ilyen hosszú, vékony szálak. Szép, mi? Gyönyörű. Édes, ropogos, nagyon jó. Hoppá, akad. Azt, ez a Robi dolga lesz! Robikám, ezt inkább átadom neked! Végre egy férfi munka. Nem, én inkább hegedülök valamit. Mit szólsz? Na jó. Gyerünk, uraim, jöjjenek segíteni énekelni. Van káposztás nóta? Akkor jöjjenek! Jó napot kívánok! Hatházi lapos káposzta mióta létezik? A hatházi lapos káposzta szerintem mióta hatház létezik. Tudnék, hatház itt a Nyírségi Homokhát déli peremén fekszik, és ennek a talaja egy különleges talaj. Míg a Nyírség sárga homok, a mi talajunk egy tápanyagban gazdag barna homok. Ráadásul ilyen mélyebb lapályos területei vannak, ami vizes terület, és a káposzta tudva lévő, hogy nagyon szereti a vizet. Természetesen csak akkor, amikor ültetik és nevelik. A hatházi ember szólása szerint a káposztát még nevelik, vízzel kell öntözni, de miután a káposzta megfő, átkozott, ha vízzel locsolják.
Éppen ezért a hadházi káposztás ételek, mivel húsos ételek, arra általában bort szoktak. Jaj, nem tudtam, azt hittem, mennyi vizet vagy elemet enged a káposzta. De hát itt meg is ünneplik ezt, mert óriási nagy torzsafesztivál van. Őrzik is a hagyományokat. Igen, őrzik a hagyományokat. Nem véletlen vagy te, Lacikám, a torzsa. Torzsás fejedelem. Torzsás fejedelem. Hányadik éve? Már most harmadjára. Harmadjára. Az, ki nyerheti el a torzsás fejedelem? Aki a legnagyobb méretű káposztát viszi. És mekkora volt? Anyám 10,5 kilós volt. Dinnyéből is sok, de komolyan. Azt hallottam, hogy nem csak a talaj miatt, hanem ez a só, a parajdi sóvidéktől a só út vezetett itt, és annak mentén terjedt el a káposzta. Nem a sót adták cserébe a káposztáért, aztán így ment mindig odébb a hadházi káposzta fajta. Pontosan tetszik tudni, ez egy kereskedelmi csere volt tulajdonképpen. Igen. Érték kaptuk, volt. Kaptuk a parajdi sót, és adtuk helyett a hadházi káposztát. És ez is ilyenkor szokás, vagy volt szokás ez a szekér megpakolása, hogy itt megpakoltátok. Igen. Nekünk, Laci. Ezért ez gyönyörű. Így vitték a káposztát a szomszéd településekre, meg a távoli településekre, a vásárokba. Aha. És vagy pénzért adták el, vagy cserélték az időszakban, ami szükséges a gyerekeknek csizmát, ködmönt venni, illetve más hasznos dolgokra cserélték a káposztát. Nagyon jó. Besavanyítjuk? Savanyítjuk. Van egy szag. Van szag. Ez a káposztának a sajátos erjedésnek az illata. Hát elég sajátos, nem? Hát ez... Ezt már dicsérik egy pár hónapja. Igen. Úgy érzem. De ebből lesz a finom savanyú káposzta. Ez mind savanyú káposzta? Ez még csak savanyodik. Meglepetés szántam nektek, Robi. Akkor én ezt nem bírom megenni. Én se. Gondoltuk, hogy taposni kellene. Taposni kellene a káposztát. A savanyításhoz folyamatos, lényeges munkafolyamat a taposás. Tömörítjük. Tömör legyen. Tömör legyen, a levegő kiszoruljon belőle, illetve a káposztának a levét, a sejt nedveket ki kell taposni belőle. És a só majd annak hatására fog majd elolvadni benne. És ez mind belekerül, Laci? Igen. Bírsalma, bírsalma, műszerpaprika, babérlevél, szemesbors. De a legfontosabb a só. Tehát só. Ez a kősó. Ez a kősó. Uh-huh. Úgy, mi? Na, ez így most nagyon elmék is régen ilyen fahordóba rakták. Most miért nem ilyen bekészül az összes? Ma már ugye ez a kisebb mennyiség készíthető benne, illetve a mai... Ezt is magatoknak fogadok. Igen. Hát ez... Magunknak. Igen. Illetve nagyon nagy módszerben már nem ajánlatos a fokádi készítében, csak mindjárt egy rozsdamentes acélplatát. Így jól taposom? Igen, igen. Nagyon jól csinálod. Szélét is végig, igaz? Igen. Figyelj, gondolj arra, hogy táncolsz. Azt, de milyen jól csinálod. Már hallom a levét. Ez nagyon, nagyon jó. Jó játék? Nagyon jó. Tehát ma az EU nem engedi? Vagy igen. Miért? Hát az élelmiszer szabvány a fadízsában való káposztaeresztés nem engedi. Na de a fának lényeges szerepe van, mint nem, a bornál. Nem szabad, mert a rostok elszakadnak. Csak szépen, gondoltam, hogy csak szépen, gondoltam, a csak szépen, komótosan kell taposni, hogy a hosszú szálak megtartják. Valami lassú dallamot szütyűj magadban. Igen, valami andalgós. Andalgós, igen. Hozzuk a következő adagot, Rubikám. És én maradjak addig, hogy szálljak ki? Hát oda, berakjuk. Én azért egy kis meglepetést szánnék el a dologba. Még egyet. Igen, mert ugye régen az nem így taposták a káposztát, nem volt még gumicsizma forgalomban. Igen, mezítláb taposták a káposztát. És annak megvolt a maga sajátossága, hogy a hideg káposztát meg kellett érte dolgozni. És én bízom benne, hogy marcsolj ezt a dolgot. Hát de igen. Milyen rendes vagy. Sóval? Igen. Meghintitek sóval is? Igen. Mi kell még? Egy fűszerpaprikát paprikát tegyünk. Erős paprikát. Erős paprikát. Köszi! Nem meleg. Nem viszont meleg. Hideg. Robikám, intéznél egy lavor meleg vizet? Igen. Vagy egy kis zenét, hogy jobban menjen a taposás. Talpalávaló, te először! Addig elmondom, hogy a fának is van ám szerepe, nem csak a talpamnak. Igen. Vagy volt. Még kicsit megmelegítem. Így, míg beszélek. Hú, de hideg! Tehát volt szerepe a fának is, mert a csersamnak is ugye fontos. Igen. Azt mondjuk a hordó tesz hozzá. Igen. A hordó tesz hozzá a káposzta izéhez, meg a színéhez. Akkor egy kis talpalával. Köszi, köszi. Hát a fölmelegszik, mert már...
tud lépni szóval. Lacival, a Torzsás fejedelemmel még találkozunk, de most továbbállunk, meglátogatjuk a szomszédot, ahol világra szóló káposztalevet készítenek. Te belátsz? Ez gyanús. Oda nézd meg, akkor a káposztalok? Itt nagyon sok káposzta van. Na, az Imre itt lakik, tuti. Ez az Imre. Kicsalogatjuk. Szia, Imre! Azt a mindenit! Szia! Gyere! Mi menjünk? Na, mi finom kapunk. Szia! Ti ismeritek egymást a Robival? Szia, Farkas Róbert. Erdőd Imre vagyok. Az Imrét a biopiacon ismertem meg, olyan savanyú káposztái vannak, de most nem, hogy nem káposztalével jössz. Hát most egy kis aperitívet hoztam nektek. Málnali? Nem málnali. Narancs. Se nem narancs. Ez savanyú káposztalé. Egy kis céklával, egy kis répával, almával. Én szeretem a vitamin. Jó vöröset. Te a vöröset? Jó, akkor maradok a fehérnél. Egészségedre. Köszönjük szépen. Egészségetekre. Azta. És savanyú káposztali az alapja? Igen. Ez nagyon finom. Hú, de jó ez. Ez itt rengeteg káposzta, csak nem így a szabadba. Na gyertek közben. De itt tároljuk a káposztát feldolgozásig. Ez a prizma? Ez a káposzta prizma. Aha. Már megcsappant egy kicsit. Ez nagyobb volt? Nagyobb volt, így is igen. Átlátszik a falon, az ember belátja a prizma tetejét. Na mi minden van még itt? Hát a natur savanyú káposztali. Ilyen fehér a natur savanyú káposztali. Hát a tejsavas. Erjesztés miatt, ugye tejsavas, szinte tejszíne van egy kicsit. De mi az, hogy tejsavas erjesztés? A tejsavas erjesztés, amikor a savanyú a káposztához hozzáadjuk a sót, akkor az kivonja belőle egyrészt a vizet, meg elindít egy folyamatot, ezt hívják tejsavas erjesztésnek. Tehát ez a természetes erjesztés. Ez a természetes erjesztés, és ez 4 hét legalább kell ahhoz, hogy kialakuljon. És utána ez folyamatosan. Ez után. Ugye 4 hétig? Kell hozzá a láb. Kell hozzá 4 hét, tehát nem egy hét alatt van kész az a dolog. Megkóstolom ezt is. Simán. És ez egy teljesen natur káposztalé. Igen. Jaj, de jó. Bár ez is olyan... Édes savanyú. Savanyú. Nagyon Robi, savanyú. Megkóstolod? Igen, egy picit. De nem bántó a savanyú, tehát ez, hogyha ezt megkóstolod, utána megismered az igazi jó savanyú káposztát, ami nem adalékanyagból van. Hát ez tényleg savanyú. Figyelj rá egy kis édeset. De nagyon finom. Nagyon, nagyon finom. Mire jó, hogyha nézzük az egészségügyi hatását? A savanyú káposzta az... nagyon jó a béleknek, tehát a emésztés segíti, tisztítja a bélrendszert, és mostanában olvastam, hogy az USA-ban egy rákellenes liga vagy szervezet tanulmányok alapján összeállította a egészséges élelmiszer a rák ellen, és a piramis csúcsán a káposzta van. A hosszú élet titka. Na akkor most ezt el kell kezdenünk. Nem fér be a zsebembe, sajnos. Ebbe sem a nyitasz? Hát de milyen gyönyörű ez. Az a lényeg, hogy ide vizet kell rakni, azzal lefolytjuk, ugye? És abba teszünk a tetőt. Így van. És akkor a oxigén levegő nem megy be, igen. Csak a gázok távoznak tőle. Így. Ki vagyok, mint igen. A jó cefre, mikor ugye az is, ha el van zárva, akkor még finomabb. Igen. Egy kis köményt. Kis kapor. Borókabogyó. Borókabogyó bizony. De jó. Most megcsömjük. Megcsömjük. Paprika is lesz vele? Hát. Pont elég egy családnak, egy háztartásban. Ez egy jó méret, egy télen. Igen, és akkor a
Ugye saját ízlésének megfelelően mindenki tudják. Mindenki tudja magának. Kinek melyik? De neked is van többféle savanyú káposztád. Persze, majd kóstolunk. Mindjárt azt is megkóstoljuk. Összekóstoljuk, mint a borokat. Tányért teszek bele, és akkor erre teszünk egy kődarabot. Két súlyt. Után van még valami folyamat, vagy már készen is van? És már vagy csak nyersen, vagy és már meg kell enni, vagy salátának. Nagyon a folyamat fontos folyamat. A folyamat az zajlik, és akkor lesz egyre savanyúbb. Tehát minél tovább tartjuk, annál savanyúbb. Annál savanyúbb lesz a káposzta, a savanyú káposzta. Na, hoztam nektek káposztákat. Igen. Az a Szőlős Laci káposztája. Uh-huh. Ez Himalája sóval készült. Igen. Ez pedig kősóval készült. Parajdi kősóval készült teljesen káposzta. Teljesen más a színe. Ez élénkebb színű. Na most kóstoljunk, szavazzunk! Ez nekem nagyon savanyú. Eddig ez a... Ez érettebb akkor. Igen. De nagyon finom, de... Köményesebb a Laci. Én azt hiszem, hogy én erre fogok szavazni. A Himalája sósa? Aha. Nekem mind a kettő ízlik, attól függ, mit főznék. Tehát a köményes is, meg a te tormásod is. Nekem abszolút a Laci is kősóval készíti. Igen, igen. Két kősós tetszik. Tehát ez a parajdi kősó. Így van, ez a parajdi kősó. És tehát az a Himalája só. Az pedig a Himalája só. A ásványanyag tartalmában van különbség. Látszik, hogy a Himalája só egy kicsit olyan vöröses. Igen, ez a vastól van. Illetve ebben a jód jelentős, talán még melyikben? A Himalájában? Talán még túl sok is a jód benne. Megkóstolom még azt, amire szavaztam. Miért nem ezeket a természetes savanyú káposztákat lehet kapni? Tehát ez is megvan 4 hét alatt, akkor miért tesznek bele mindenféle vackot a savanyú káposztában, mindenféle hülyeséget, hát, ami méreg a szervezetre. Azt mondtad, ez is megvan 4 hét alatt, ez 4 hét alatt van meg, azok pedig megvannak 1 hét alatt. Ja. Tehát a gyorsított terjesztés, és azért a savanyúkád azért több pénzt hoz, ha minél hamarabb, minél kiforog. Többször forogja a dolgot. Hát itt a tudatos vásárlással lehetne ezt ellensúlyozni. Úgy is szeretjük a káposztát nyersen, de egy kis hússal jobb, nem? Igen. Vihetünk van káposztát. Egy olyan mondás, melyik a legjobb káposzta? A húsos. Amelyik, de hús is van. Na, hát akkor tegyünk bele húst. Megyünk főzni, jó? Menjünk, főzzünk. Na, ilyen gyönyörű szép lett ez a hatházi káposzta, egészben a fej megsavanyítva. Nézd meg, Robikám, itt van, amit kifúrnak, látod? Igen, most már, amikor meglékelték, megvan lékelve, látom. Igen. És most segítek neked, figyelj, addig. Egy ekkora munka után neki segítesz. A fölépített a gyönyörű szép székely kapuját, hát nem bízta véletlenre. Székely töltött káposzta, csak székely kapuval együtt működik. Így van, ha nincs legalább 50 méteres körzetben székely kapu, akkor nem igazán székelyföldi töltött káposzta a káposzta. Hányféle káposztát is készítünk? Marika néni, te miért készítesz? Hatházi lakodalmas káposztát. Hatházi lakodalmas? Igen, ez paradicsommal és csülökkel készül és kemencében. Paradicsommal? Igen. És savanyú káposztából? Nem, édes káposztából. Mert azt úgy nézem, igen, nem, hogy az egy édes káposzta. Édes káposzta. És az apró is édes? Igen, az apró káposzta is édes az alján. És mi van a töltelékben? A töltelékben sertéshús van, dagadó, lapocka, aztán tarja. Igen. Aztán egy kis füstölt húst szoktam beletenni, még azt is találják. Igen, füstölt húst is. És beledarálod, Marika néni? Beledarálom, igen, beledarálom. Aztán hagymát fonyasztok zsírba. Igen. Azt, amikor megfonyasztottam, akkor paprikát szoktam beletenni. Fokhagyma, bors,
ez a töltelék. Fokhagyma is kerül bele, és vörös hagyma nem? Vörös hagyma csak az, amit megfogyasztok a zsírba. Az a pici. Igen. Egy fej, vagy egy fél fej? Egy kiló húshoz egy fél fej. Fél fej egy kiló húshoz. Nem, nem sok van benne. És kész is? Kész is, összecsomagoljuk, így van. És berakjuk paradicsommal. Lemeglocsolod, és úgy. Lacikám, ehhez képest a székely töltött káposzta az milyen? Hát elsősorban a fűszerezésnél van különbség. De savanyú káposztából készítitek? Minden további nélkül savanyú káposztából készül. Jól van. A fűszerezése az a csombor és a kapor, ami a székelyföldre jellemző fűszer. Csombor? Csombor, ja, igen. Ja, látom, ott van, igen. Hoztad. Csombor tehát és kapor. A mutatóban van a csombor és a kapor. A tölteléknek a beltartalma az jelen pillanatban, és általában mi úgy készítjük, ez disznócom vagy disznólapocka, füstölt szalonna és füstöletlen szalonna. Nincs benne fűszerpaprika egyáltalán. De van. Van? Azt elfelejtettem. Tényleg? Ti is tesztek? Magától értetődőnek tartottam, hogy az belejár. Mert én ahányszor ettem Székelyföldön töltött káposztát, mindig fehér volt. Igen, kevesebbet, a székely ember kevesebb fűszer használ. Lehet azért is, mert nem volt neki annyi, amennyi kellett volna. Paprika nálunk nem terem. Csombort jó sokat teszünk, mert az van, de paprikáira el kellett menni messze. Csombort szeditek a legelőn. Azt szedjük a legelőn. Na, és akkor nézzük, milyen a bácskai töltött káposzta. Sertés dagadó darálva, ahhoz jön a rizs. Úgy, ahhoz nagyon sok, sok hagyma. Díszteletlen, nyers, igen, vágott vörös hagyma. Így, jön bele 5-6 tojás. Úgy látom, készítek eleget, de hát ekkora gyönyörű kőedényben fogom megfőzni, mert hát ugye abban az igazi. A legjobb egyébként az tényleg nálunk is, hogyha ezt így megtöltjük és betesszük a kemencébe. Így van. De amikor a székely ember már ennyit dolgozott, akkor iszik egy kicsit, úgyhogy igen? Esetleg persze, valakinek tölthetek egy pohár. Hát bármelyikünknek szerintem ebben a hidegben. Jöhet. Robikám. Jöhet. Mit töltöttél? Áfonya pálinkát? Hát igen, úgy is hívjuk, hogy töltött káposzta korcsolya. Töltött káposzta hát, korcsolya. Így tőle. Megfogod a levelet. Na várjál, megfogok egy, hol egy levél. Tessék, adok egy. Megfogod a levelet, igen? Laci, itt töltsek. Igen. Nem tudom, a Laci mekkora töltelékeket csinál, én ekkorát. Én is megtanítom külön őt. Jó. Másik. Így. Igen. Ráhajtod az eres részt. Hát itt nincs eres. Jó, azt ő kivágta. Mi rajta hagyjuk. Ráhajtod arra, igen, a túloldalát, és fogod itt, és itt benyomod. Aha. Utána a másik oldalán szintén benyomod, így nem tud kifőni. És akkor ilyen szép kis formás lesz. És szépen körbe rakjuk. Na, hova tegyük? Ekkorákat csinálsz, Marika néni? Igen, és vége. Ez egy falásnyikat csinálsz? Gyönyörű. Gyönyörű. Hát abból tényleg kell a 25. Szerintem mi középen vagyunk, pontosan. És ti meg ti vagy az a... Vagyunk, igen. Most én is mutatok egy technológiát. Nagyon nehezen tanultam, meg a feleségem meg is kopogtatta a fejemet. Igen, tehát figyelünk. Tehát így ezzel a vastag a cikás felével úgymond, így teszem a tenyeremmel. Igen, igen. És beleteszem a tölteléket. Uh-huh. Igen. És utána ráhajtom ezt a felit. Igen. Így, és szorosan. Ja. Betekerem fel. De jó szorosan. És utána bedugom a másik oldalát. És körülbelül ezt tulajdonképpen ugyanúgy csináljuk, csak más méretben. Hát az nem ma kezdte, úgy látom. Nem, ez 20 éve, mikor megnősültem, akkor az első alkalommal a feleségem kiment a Gyergyószé Miklósi piacra, és vett egy töltött káposztának való cserépedényt, amit Parajdon készítenek, és azóta az ünnepi töltött káposzta, ami a karácsony és a húsvétet jelenti, nem készülhet el semmilyen más edénybe, csak ez, és milyen ennek jó. Semmi baj nem lesz, se kemencébe, se főzéskor, és ha azóta is ügyeltünk, nem volt, gondolom, olyan családi perpatmar még nem volt, hogy az eltörjön. Hogy azt vágta hogy a földöt. Hogy azt vagy hozzám, vagy senki nem dobigálta, és még el sikerült érni ide a hajdulat házára is. Köszönjük
sikerült vele ezt nézni. Ez jó már. Ez már jó. Az már jó. Tehát van különbség, hasonlítsuk össze, gyújtsi, de egyet, Marika néni, te is. Tegyünk egymás mellé. Ez így szép sor volt. Igen, annak a másik végére kell. Melyik tájegységünk a legtorkosabb? Na melyik? Hát a bácskai. A bácskai. Tehát elkészült egy sor, akkor az apró káposztával elválasztjuk a következő sortól, szépen eloszlatjuk. Egyébként, ha savanyú káposztát vásárolnak, akkor meg kell kóstolni, és annyira hideg vízzel kimosni, amennyire az önök ízlése diktálja. Pont te mondtad, Laci, hogy amikor a múltkor találkoztunk, hogy az a jó ebben a hatházi káposztában, hogy olyan vékony a levele, hogy a rizsszemek így... Vállal, kinyomják a káposztába. Keresünk egy jó levelet. Most már otthon csak te fogsz főzni, érzem. Hát ettől félek én is. Ha megtudják, hogy valamihez ért az ember... Az veszélyes. Az veszélyes. Annyi vízzel kell fölönteni, hogy éppen hogy ellepje. Csak éppen hogy. És amikor ellepte, föltesszük főni, és hát körülbelül egy óra. Tiétek is, Marika néni, ugye? 40 perc. Ezek nagyobbak. Ezek nagyobbak, ezek a gombócok. Felfort, körülbelül egy óra. És mi készítünk egy kis fűszerpaprikás vékony rántást a tetejére, azt ráöntjük, még megforraljuk, és már kész is. És hát igaz, hogy minél többször melegítjük, annál finomabb. Köszönjük, megérdemled azt a borocskát. Szépen köszönöm. Egészségedre. Egészségedre, nagyon köszönöm. Egészségedre, Marikani. Egészség. Tudod, olyat kellett volna zenélni, hogy én itt így lerúgjak mindent az asztalról, és ott roffassam. Nem, ezek olyan finomak, ezeket nem szabad, ezt majd meg fogjuk jelni. De viszont, én nekem most el kell menni. Dehogy lesz kell. Lesz egy meglepetésem, ja, és most be kell mennem valamit a házba. Az enyém még fő. Az még fő, de a tiéteket meg tudjuk kóstolni. Na, meghoztam a csodát. Na, ezen dolgoztál? Ezen dolgoztam. Yes. Ezt nézd. Saját recept. Tyúkpörkölt. Tyúkpörkölt. Uh-huh. Saját recept. Igen. Mindenki hallotta. Így szeretem. Ez lesz az igazi cigánykáposzta, hogy így ezzel szeretem. Ezzel leszed? Igen, én ezzel szoktam enni. Mennyit szedjek? Tegyet csak. Gazdagon. Hoppá! Ez így lesz az igazi. Én így szerettem. Persze otthon látnak. Ez az nagyon érdekes. Tehát a cigány káposzta, az úgy néz ki, hogy egy töltött káposzta. Több fajta van. Ez az én kedvencem így. Egyébként meddig van savanyú káposzta az évben? Hogy ha van megfelelő tárolóhely, nem tartósítóhely, hideg hely, akkor egész évben is. Egész évben is lehet. És régen meddig volt, amíg nem volt ilyen hideg? Régen húsvétig volt, maximum pünkösdik, hogy ezt áthidalják. Földbe is savanyították, tehát kiásták a földet, beletették a káposztás kordót, és akkor abban savanyították. És lefették földdel? És akkor nyilván tettek rá szalmát, vagy azt, amit letakarták vászonnal. Igen, azt is hallottam, hogy a káposztával húst is savanyították. Megnyúzott birkát beletették. Karcagja. Beletették a káposztás hódó közepébe, és
körbe taposták savanyú káposztával, és együtt érlelődött, és a só tartósította a húst, meg később meg a keletkező tejsav, ami képződött, az meg a húst finoman megpácolta és felpuhított. Az nem lehetett rossz. A rossz csak a teljesen felpuhított a birka húsnak. Nagyon szeretem a töltött káposztát, és most még jobban megszerettem. Na de milyen volt a tyúkpörköltes? Nem most tudom, azt neked kell megkóstolni. Azt neked kell megkóstolni. Én nagyon jól éreztem magam egész nap, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy ide kalauzoltál. Megtanulsz főzni is most már. Most már főzni is meg fogok tanulni. És most már így, most már látom, hogy mire az asztalra kerül egy töltött káposzta. Figyelj, de azért, hogy a Budapest bár többi tagja ne utáljon téged, hogy ma halálra etettünk. Az enyém úgyse főtt meg a bácskai káposzt, azt elvisszük nekik holnap, jó? Jó, rendben van. Igazából én nem nagyon tudom másképp megköszönni, nem is tudom, hogy mit mondjak. Hagy muzsikáljam el ezt dalban. Búcsút veszünk Hajdú hadháztól, és másnap újra Budapest felé vesszük az irányt. Robiék lakásán Szántó András és felesége megmutatják, milyen az ősi 17. századi recept alapján készült töltött káposzta, amelyhez a káposztát nem savanyítják, hanem kovászolják. Még egy töltött káposzta. Nagyon szép. Tulajdonképpen erre éheztél meg, csak azóta ettél egy párat. Van, amikor vágni szoktam, tehát igyekszem vékonyra, nem mindig reszelem, mert akkor attól túlságosan szétmegy. Ennek az a lényege, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy csinálhatták akkor, amikor ezt kitalálták, mert ettől igazi. Ez a káposzta, ez a kovászolt káposzta, az eredeti káposzta, töltött káposztának való. Uh-huh. Ez legjobb nyáron, ugye, amikor süt a nap. Amikor de, nincs savanyú káposzta. Hát igen. Igen. De most, hogy savanyú káposzta van, mi most is így csináljuk. Na, annyira rászoktatok erről. Uh-huh. Rászoktunk. Hát, ezer... Ez könnyű is. Hányas ez a recept? 1695. És amit mondtál, hogy te vékonyan szereted a káposztát, hogyha hajszál vékony, én meg úgy szeretem, hogyha van mit haratni, de ez is nagyon jól meglazul a savanyításkor, ezzel a savanyításkor. Arról is hagyjuk a lányokat dolgozni, ígyünk egy pálinkát. Oké, ez egy jó ötlet, köszönöm. Egészségetekre. Na, akkor jó munkát. Egészségetekre. Ezt egész berakod bele, Marcs? Ezt én így a csomót így bele gyűröm, beleteszem. Mindet? Mindet rakja? Bele lehet, igen. És ezt a főzés, akkor én ki szoktam venni. Uh-huh. Csak hogy addig, ami kovászolódik, átvegye a igen, illatát. És itt van a bizonyos csombor. Tehát úgy történt ez az egész, hogy 30 évvel ezelőtt legalább, hogy ez az egyetlen régi szakácskönyve volt Andrásnak, és ez annyira megtetszett, hogy na most akkor ezt megcsinálom. És igyekeztem pont úgy csinálni, ahogy le van írva, és az eredmény az lett, hogy alig lehetett megenni, szinte ehetetlen volt. Tudnélik, ha csak marhahúsból csinálja az ember, hiába van benne szalonna, akkor is száraz. Tehát így megkovászoljuk a káposztát. Igen. Még mit kell tenni rá? Még körülbelül 1 liter vízhez egy evőkar. Lehet jó bőven, tegyél még légy szíves. Igen, mert akkor nem kezd el. Igen. Aztán hígítani lehet, de ha nem elég sós, akkor megpuhul a káposztánk, és akkor megromlik. Igen, ha nem ropogós a káposzt, akkor nem jó. Így van. Ezzel felöntjük, meleg ezzel sós vízzel. Meleg sós vízzel, igen. Majd rátesszük a kenyeret a így egy gézzel. Kis gézdarabbal. És igen. Tulajdonképpen le is szárhatod.
lezárni nem, egy lazán egy tányért teszünk rá, mert ez fölnyomja a káposztát egészen, uh-huh. Hát ugyanúgy, mint az uborkánál. Igen, igen. És akkor kifut úgy. Természetesen te hoztál egy készet, tehát így készet, igen. Megkóstolnom. Belenyúlhatok, mert nincs itt most sem. Belenyúlhatsz, de lejjebbről, hogy... Na. Jó. Jó, finom. A tölteléket pedig úgy készítem, hogy háromféle húsból általában, de kettőből mindenképpen. Van egyharmad disznóhús, egyharmad marhadarált hús, uh-huh. Mert a marhánál azért maradjunk meg, és egyharmad darált pulyka combhús szoktam, mert a mellehús az nem annyira. Igen. Tehát ez a háromféle hús. Most egyszerű dolgunk van, mert a fűszerezés só, bors és gyömbér. Na most én azért teszek bele egy kis vöröshagymát is. Uh-huh. A mai ízlésnek. És hát tojást is. Tojást is, nagyon helyes, mert, igen. Igen, tehát ezt teszek bele, de más tényleg nem. Tehát nem piros paprikát, nem rizst, hanem a burizs, árpagyöngy vagy ez mindegy, uh-huh. Vagy gersli. Gersli, magyarul gersli. Igen. No, ezt szoktam a rizs helyett tenni, és ettől valahogyan szaftosabb. És akkor ezt összekevered, és mibe csomagolod? Ja, mibe csomagolom? Na hát még szerencsére itt van a félkáposztánk. Én ilyen kezelhető kisebb fejeket szoktam. Nem zavarok? Szoktam. Marcsikám, nem csak én szeretem a káposztát. Jókor jöttetek. Kis nózni. Micike is nagyon hát szereti a káposztát. Hát most van arról szó, hogy mibe csomagolom. Hát na, Micike? Ebbe már nem mered, Micié. Mici az első. Kossolunk egy kis káposztát? Mici, ide néz. Ide néz, Micike. Mi ez, Mici? Szeretjük. Drága, na látod? Szívem, mi mind a ketten szeretjük a káposztát. Te a gazdira ütöttél, te káposztaevő. A külső levelekbe csomagolom, tehát az így átpárolódott levelek, könnyen hajlíthatóak, és akkor ebbe csomagolom a leforrázd, vagy sós vízzel forrázod le te is. Sós vízzel. Igen, igen. Sós és akkor vízzel. Az edény aljára bekerült a kovászolt káposzta, rá ezek a gombócok, gyömbéres gombócok. A kovászolt káposzta egy része. Tulajdonképpen egyszerű, csak pár nappal, egy héttel, öt nappal előtte készítsük el így ezt van. A kovászolt káposztát. Készítek itt egy kis helyet, mert hogy természetesen Marci elkészítette nekünk Andrással ezt előre, azért, mert a Robi meggyőzte, hogy szeretné megkóstolni ezt az 1600-as évekbeli káposztát. Úgyhogy itt melegszik már a sütőben. Ah, de gyönyörű! Gyorsan berakom az általam készített bácskai töltött káposztát is, hogy megmelegedjön. Évekből való recept. 1692. Ez az első írott... Az eredeti, ez már egy kicsit... Finomizva van. 1692-es. Belekoperünk a történelembe. Ezt már 400 éve dicsérjük. Igazán jó a karácsony.
Karácsonykor unokahúgaimmal különleges vacsora vendégeket várunk, de ahhoz, hogy a szenteste csodáját átélhessük, a készülődés káoszán is úrrá kell lennünk. Köszönjük a Tatum támogatását! Köszönjük a Légli Kerámia támogatását!